Kedves nézőink, dr. Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság vezetője a vendégem, akit még egyelőre ezúttal is csak Skype-on köszöntök. Szervusz György, üdvözöllek! Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök! Az a helyzet, hogy túl vagyunk a március 15-i megemlékezéseken, tulajdonképpen összességében én, mint hírfogyasztó azt tudom mondani, hogy nagyon nagy meglepetések nem értek a beszédeket, a tömegeket illetően, de fölépett egy új szereplő is, ugye Magyar Péter, akinek jelenleg, éppen amikor a beszélgetést rögzítjük, a központi nyomozófügyészségen zajlik a meghallgatása, és ő az, aki már több posztjában is ugye te általa többször is fölemlegetett Völner, vagy Sadl Völner ügyel kapcsolatban mond, vagy mondana, vagy mondani szándékozik valamit. Én azt nem tudom, és ez egy komoly kérdés számomra, hogy ha én feltételezem, rendelkezek valamilyen ügyről információval, akkor az lényegtelen, hogy én ezt mikor mondom el? Biztos, hogy nem lényegtelen, fontos tudás lehet nála, vagy nem. A történetnek az a lényege, hogy ő most fellépett a színpadra, ugye? Mondhatjuk azt, hogy létezik egy Magyar Péter jelenség. Ezt a jelenséget a nagy közönségnek is, az érdekelteknek is, és a hatóságoknak is értelmezni kell. Ez az értelmezés megítélésem szerint nem fog nagyon gyorsan befejeződni, 2 hét pedig kevés ahhoz, hogy leülepedjenek az adatok, az információk, és az állampolgárok akár véleményt tudjanak ezzel az ügyel kapcsolatosan formálni. Nem tudhatjuk, hogy valójában Magyar Péternek mi volt a motivációja, az is nagyon könnyen elképzelhető, hogy több szálon futnak az események. Valószínűleg van ennek magánéleti szála is, van közéleti szála is, és van egy politikai szerepvállalási szándék, amit ki lehet olvasni a sorok között, és ő nyíltan meg is mondja, amikor tömeggyűlést hív össze, hogy elege volt abból, amit eddig észlelt és tapasztalt, ő úgy gondolja, hogy változtatásra van szükség, eddig és ne tovább. Ezt a kifejezést. És én megmondom őszintén, kedves Péter, hogy nem haragszom, hogyha valaki ebbe az állóvízbe beledob egy kavicsot, és az elkezd egy kicsit forgolódni. Ha megy a közélet és forog, és a belpolitikát is az emberek újra figyelik, egyáltalán nem tesz rosszat ennek az országnak, mert tapasztalhatjuk akár úgy is, mint civilek, akár úgy is, mint állampolgárok azt, hogy bizonyos apátia van Magyarországon, és ebben az apátiában Magyar Péter jelenség megítélésem szerint fontos lehet. Nagyon jó, amit mondasz, főleg a kavics szóval, amit, hogy egy kavicsot dob be a vízbe. Nekem első körben és másodikban is az volt a megítélésem, hogy számomra az szűrődött le, hogy úgy látszik az ellenzéki oldalon az apátiából következően időnként nagyon sokat várnak bizonyos szereplőktől, új szereplőktől, és Magyar Péter kapcsán nekem eszembe jutott az, hogy a várakozások kapcsán, hogy olyan, mint a kínai agyakkatonák, amelyeknek az a célja, hogy a kínai birodalom nagyságát megmutassák, de mégiscsak agyakból vannak. És fordítok rajta még egyet, azt is nagyon fontosnak tartom, amit elmondtál, hogy színesedik a paletta az ő belépésével, és ez bizonyos szempontból elvezethetne oda is, hogy az ellenzék is megpróbáljon megújulni. Ne csak azt várja el a választótól, hogy küldje el a kormányt, mert az ellenzéknek ez a dolga, hogy ő ezt várja, hanem a saját maga megújulása érdekében is. Bár ugye nyilvánvalóan az ellenzéki pártok egy részének ez annyira nem tetszik.
nagyon összetett a kérdés, Péter. Ebben szinte minden benne van, leképeződik a belső társadalmi problematika, az ellenzék szerepe is, annak hatékonysága, de ugyanez vonatkozik a NER megítélésére is. Hogyan szabad, miként szabad értelmezni ezt a kvázi hübédi társadalmi rendszeri beépítkezést? Egy ember, aki onnan jön, nyíltan és világosan kifejti, hogy nem tetszik neki az ellenzék jelenlegi tevékenysége, de nem tetszik neki a NER-nek a szolgáltatása sem, és szeretne egy harmadik utat fölépíteni. Hogy mik a motivációi, ezt még egyszer mondom, rövid lesz a műsoridő, ha ezt fel akarjuk deríteni. Egy a dolog lényege, tudni kell kezelni, és amit én öregemberként hozzátehetek, türelmet kell tanúsítani. Én azt gondolom, hogy most az ő megjelenésével összefüggésben semmelyik oldalnak nem szabad elhamarkodott ítéletet hoznia, nem szabad sem lándzsát törni mellette, sem azt mondani, hogy ő egy ázsán provokatőr, meg kell várni, hogy ez az irány merre halad, amit pedig itt öreg ügyvédként hozzá tudok tenni a fiatalember megmozdulásánál kis türelem, kis nyugalom, kis megfontoltság szükséges, mert félek, hogy túlpörög, félek, hogy nincsenek meg a fékei és az ellensúlyai, hogy így mondjam, következésképpen nem szabad beleszaladnia neki késekbe és kinyújtott fegyverekbe, hanem megfontoltan kell tevékenykednie, nem biztos. Ezt csak én mondom öreg civilként, hogy most pártalapítás lenne számára a prioritás. Hasznosabbnak érzékelném, hogyha egy tanácsadói kört építene maga köré, öreg, tapasztalt vagy fiatal tapasztalt, rutinos emberek tanácsait megfogadná, és abba az irányba mozdulna, amely irányban a célját el tudja érni. Nem szabad sietni, és nekünk meg nem szabad elhamarkodottan következtetéseket levonni. Vannak vélemények, én magam is kifejtettem már más műsorban, és amire te ráutaltál, már egy kicsit szakmabeli, ugye, hogy összefügg-e az ő tudása, az ő szereplése az általunk jól ismert, és az emberek által is különös figyelemmel kísért Völner Sádügyre, mert azért ne felejtjük el, hogy ott az igazságügyminisztérium érintett volt, az egyik fontos vádlott a miniszter helyettese volt, fölmerült az akkori igazságügyminiszter felelősségének elvi lehetősége is, és azt se felejtjük el, hogy Magyar Péter ennek a bizonyos miniszterasszonynak volt a házastársa. Ez a házastárs felbomlott, felbontották, és ezzel szoros összefüggésben érzelmekkel is megtetődött ez a kapcsolat, amelyből fakadóan esetleg olyan információ, olyan adatok is napvilágra kerülhetnek, Magyar Péter utad is erre az interjúiban, amelyek viszont felkeltik már az ügyészség érdeklődését. Van egyszer egy érdeklődés a nyomozó hatóságok felől, hogy mit tudhat és mit nem tudhat Magyar Péter, amit te kérdeztél, miért nem mondta eddig, ha tudta, vagy mit mondott és mit nem mondott, és az ő részéről is van egy igény, hogy amit megszerzett anyagot, információt és tudást, azt ő a hatóság tudomására akarja hozni, akkor is, ha az nem kíváncsi rá. És egy utolsó bekezdést még hagyd mondjak, a Völner Sadl ügynek tényleg van egy elvágatlan szála, egy olyan, amit ledugóztak, ha emlékszünk vissza Sadl úrnak a széfjére, ugye, ott a széfben találtak bizonyos kompromittáló adatokat, iratokat, fényképfelvételeket, szerepeltek a lehallgatási jegyzőkönyvben keresztnevek, ugye? Tóni, Barbi, Ádám. Na most a Magyar Péter ezeket nevesíti, és azt mondja, hogy konkrét információ is vannak neki arra nézve, hogy ott bizony Rogán Antalék és a többi szereplő befolyásolás hatósága látható abban a székben. De lásd csodát, az ügyészség persze törvényes keretek között megsemmisítette azokat a bizonyítékokat, amik egyébként részei lettek volna a nyomozati anyagnak. Lehet, hogy Magyar Péter az ügyészségi meghallgatás során ezekre szeretne fényt villantani. Világos. Térjünk egy kicsit vissza a pártalapításra. Én szerintem az ellenzék megújulása
fogalmat még egy kicsit erőltessük, ha lehet ilyet mondani. És pontosan a Civil Választási Bizottság által olyannyira támogatandónak tartott előválasztás kapcsán. Most ugye azt lehetett olvasni a közösségi oldalon, hogy a háromból egy helyen, az eddigi három lehetséges helyszínből egy helyen már ki van pipálva, 5. kerület, belváros, Lipótváros, lesz előválasztás. Mi lesz a többi helyen? Megmondom őszintén, hogy a Civil Választási Bizottság is úszik az árral, mert ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy a jelöltek és a jelölő szervezetek mindenben még nem állapodtak meg, viszont az idő szorít. Nagyon szorít. Ha április 13-áig nem tudunk lebonyolítani előválasztást, a dolog elveszti a jelentőségét. Április 20-ától kezdődően ugyanis ajánló cédulákat lehet már kapni és gyűjteni, és ott már a valós jelöltnek kellene színpadra lépnie. Amíg mindig megy a húzakodás, amíg mindig megy a torzsalkodás, amíg mindig nincs meg az egyesség, és vagy nem tud lebonyolódni tisztességesen április legelején egy előválasztás, akkor nekünk Civil Választási Bizottságnak hátra kell lépnünk, elmondhatjuk, hogy a mi szolgáltatásunk, a mi segítségnyújtásunk egy szabadon választott, és nem kötelező gyakorlat, következésképpen ennek a jogi és erkölcsi és politikai felelősségét viseljék azok, akik nem képesek felnőni a feladathoz, a feladat pedig egészen világos az ellenzék számára. Egyetlen egy jelöltet lehet csak a kormánypárti jelöltet szemben kiállítani. Ha az egyik nem vesz részt a választáson, de mégis elindul, vagy fordítva mindenki megmérkőzik, és nem sikerül eredményt elérni, vagy nem mernek megmérkőzni, akkor a következménye az lesz, hogy az ellenzék nem tud egységet felmutatni, akár hány párt is szerepel, jönnek hozzá új pártok, jönnek a régi pártok, ezeknek meglátásom szerint bukás lesz a vége, ha nem tudnak zöldágra vergődni. Most úgy látom, hogy néhány helyen, 12. kerületben is, Zuglóban is, azon áll a vita, hogy a képviselőjelölti helyeken hogyan osztozzanak majd a pártok. Én megmondom őszintén, kifejezetten ellenzem, hogy a pártok ezekben előre megállapodjanak. Én annak vagyok a híve, hogyha a választópolgárok nyilatkoznak, nem csak polgármesterről, egyáltalán, hogy egy közgyűlés miként álljon össze. Láthatjuk, micsoda jelentősége van egy-egy erőt indításának. Most Vitézi Dávid is fellépett, a Fidesz is megjelölte az induló személyét a főpolgármesteri posztra, és egyáltalán nem mindegy, hogyha lesz is főpolgármester bárki, milyen többséget tud maga mögé állítani a közgyűlésben. Tehát ennek komoly jelentősége van, és ennek a komoly jelentőségnek azonban itt az ideje, hogy véget vessenek, hogy a vitáikat lezárhassák. A mi választmányunk, a Civil Választási Bizottság mindent megtesz annak érdekében, ahogy az 5. kerületben is, már a részletekben is megtörtént a megállapodás, tudjuk az időpontot, tudjuk az online szavazás feltételrendszerét, látjuk, tudjuk, hogy hova helyezik el a sátrakat, látjuk, tudjuk, hogy hogy kell ehhez a Civil Választási Bizottságnak a kontrollt gyakorolnia, vitákat szervezünk, és tisztességes lebonyolítás szavazatszámlálás után hitelesítjük az előválasztást, ahol ez lebonyolítható. Ahol nem bonyolítják le, vagy nem tudják lebonyolítani az időrövidsége miatt, megmondom egészen őszintén, ennek a felelőssége és következménye nem a Civil Választási Bizottságnál keresendő. Kicsit késő jutott eszembe egy ötlet, hogy nem az lett volna a legpraktikusabb, vagy nem az lenne a legpraktikusabb, hogy van előválasztás mondjuk a 12. kerületben, és ott azt mondjuk, hogy amelyik polgármester jelölt győz, amögé olyan képviselő jelölteket állítunk föl a különböző körzetekbe, hogy a győztes polgármester jelölt pártja, mondjuk egy ilyen 10 körzetből 5 az ő pártjának az embere, a maradék 5-ön pedig osztozik a többi ellenzéki párt. Mert én szerintem ez volna a leglogikusabb, mert nem a győztes... Nem késtél el, ez napi renden van. A 12. kerületben például ezen folyik éppen a vita.
A kutyapárt elnöke, aki ott el akar indulni, azt mondotta, hogy ha ő megnyeri az előválasztást, akkor szeretne legalább 8 képviselői hely felett rendelkezni. Tök normális. Ezt valóban lehet érteni, hogy azokkal szeretne együtt dolgozni. A többi párt pedig sírva fakad időnként, a DK-tól kezdve a Momentumon át az összes többi, hogy mi az, hogy nekünk csak 2 hely jut ebben a helyzetben, és mi az, hogy egy ember mondja meg, hogy hogy álljon össze egy közgyűlés. Nem. Az állampolgárok és a társadalmi beágyazottság mondja meg, hogy hogy álljon össze egy közgyűlés. Én megértem, hogy egy polgármester béna kacsa lesz akkor, hogyha olyan közgyűlés kerül elő, amelyben mögött őneki csak egyetlen egy szavazata van, és a szándéknyilatkozatait, akaratát nem tudja keresztül vinni. Értelmes megállapodással ezt át lehet hidalni. A 12. kerületben pont itt tart a vita, de vannak más területek is, ahol akár máshol is azt nyilatkozták, hogy legyen politikai megállapodás, és a politikai megállapodás után derüljön csak fény arra, hogy a polgármesterek közül milyen verseny folytassanak le. Megmondom egészen őszintén, ez egy innováció, az egész előválasztás Magyarországon történelmileg kevés hagyománnyal rendelkezik. Annak idején 2019-ben úgy véljük, mi civilek sikerrel tudtuk ezt lebonyolítani és levezetni országos szinten. A 22-es már nem volt annyira sikeres, mert sajnos a civil választási bizottság kezéből úgymond az irányítást a 6 egyesülő párt, vagy a együttműködő párt kivette, és olyan társasági szabályokat hoztak létre, ami bezavart a választóknál, ilyen például a kétfordulós miniszterelnök jelöltség, stb. Stb. Megmondom őszintén, itt most nekünk, civileknek csak az a dolgunk, hogy ahogy igénybe veszik a szolgáltatásainkat, a tapasztalatainkat, és esetleg a hitelességünket, ott ezt szökkenőmentesen lebonyolítsuk. Mi erre törekszünk. Hát ez egy nemes feladat, ehhez nagyon sok sikert kívánok nektek, és az élet adni fog még számos témát, hogy legközelebb is tudjuk miről beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és rendelkezésre álltál. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, aki abban a kerületben lakik, ahol lesz előválasztás, vegyen részt, mert ritka alkalom, hogy megkérdezik a véleményét. Nem otthon a fotelból kell szurkolni, hanem aktívan részt kell venni a közéletben. Köszönöm szépen. Tisztelettel, minden jót kívánok!